Az előttünk álló hétvégén sem maradunk. Programok nélkül jó estét kívánok! Szeptember 15-én és 16-án városunk ismét csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz, hogy mi mindennel várják az érdeklődőket ezúttal, az kiderül a mai esti mérlegből. Tartsanak velünk! Az épített örökség ünnepén kitárulnak a város kulturális intézményeinek kapui szeptember 15-én és 16-án, a középkori város épületeinek, múzeumainak bemutatása mellett koncertek, előadások várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjain. Ahogy a tavalyi évben, ezen a hétvégén is újra látogatható a Nemzeti Emlékhely, a város számos más érdekes és különleges helyszínével együtt. Szeptember 3. hétvégéjén olyan épületek nyílnak meg a nagy közönség előtt, amelyek a hétköznapokban nem vagy ritkán látogathatók. Székesfehérváron idén is számos program vár a látogatókra, a város nevezetes történelmi helyszínein. A Szent István Király Múzeum összes kiállítóhelye ingyenesen látogatható lesz ezen a hétvégén, de a fehérváriak körében közkedvelt például az Árpád-fürdő, a megyei levéltár, a Rácz utcai szerb ortodox templom vagy a Hímerház látogatása is. Idén újdonság, hogy a Városházán Székesfehérvár polgármestere kalauzolja majd el az érdeklődőket, de különlegesnek ígérkezik az uszoda és a megújult strand programja, vagy a Széphőz ZRT ma már üzemen kívüli fűtőerőművének bejárása. Nagyon sok helyszínnel készülünk idén. A tavaly és az előző évben már szokottokon kívül új helyszínekkel is fog bővülni ez a kettő nap. 17 helyszínen várjuk az érdeklődőket, azt hiszem ez elég nagy szám és sok színű, úgyhogy szerintem mindenki meg fogja találni a saját maga érdeklődési körének megfelelő programot. Tapasztalatom az, hogy családok, fiatalok, idősebbek, nyugdíjasok, mindenki szívesen látogatja ezt a rendezvényt, és mindenki megtalálja azt, ami érdekli őt. A Szent István Király Múzeum összes kiállítóhelye ingyenesen megtekinthető lesz ezen a hétvégén. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, illetve a Górziumban is lesz egy tárlatvezetés Nádorfi Gabriella régésszel. Aki esetleg kicsit a városból ki szeretne ezen a hétvégén szakadni, annak ajánlom azt, hiszen Górzium közel van, és nagyon színes programnak ígérkezik. Szombaton és vasárnap is lesznek programjaink, valamelyik mind a két nap megtekinthető lesz, valamelyik csak szombaton, illetve vasárnap. Kétnapos program a Széphőz ZRT-nek a fűtőerőmű bejárása, amely reggel 9 órakor lesz, és előzetes regisztrációhoz kötött. Ez a Facebook eseményünkön elérhető, ennek a regisztrációjának a linkje. Ez egy eléggé közkedvelt program, minden évben van már, és úgy veszük észre, hogy minden nagyobb az igény, hogy próbálunk minél több vezetést szervezni erre a helyszínre. Illetve ugyanilyen regisztrációhoz kötött vezetés lesz majd a megújult strandnak a bemutatása, a strand és az uszodájé. Főgépész úr fogja vezetni ezt a bemutatót. Úgy gondolom, hogy ez a strand nagyon szép lett, és most olyan helyek is meg fognak nyílni, például a keringetőrendszer, amely amúgy a hétköznapokban nem látogatható az érdeklődők számára, és az a tapasztalatom, hogy ezek a legközkedveltebb dolgok, amelyek amúgy nem érhetőek el mindennapokban. Ugyanilyen helyszín lesz a Városháza, amely szombaton este 6 órakor polgármester úr fogja tartani a vezetést, ezen kívül meg szombaton délelőtt 10 órakor és vasárnap délután 18 órakor is lesz itt vezetés, akkor már nem a polgármester úrral, hanem Kulcsár Ariannal, idegenvezetővel. Ezen kívül a szerb ortodox templom is nyitva lesz, ott is lesz vasárnap egy koncertünk este 6 órakor. Ezen kívül a Fejér megyei levéltár is szombat és vasárnap is várja az érdeklődőket egy kiállítással, illetve épületvezetéssel. Úgyhogy számos program lesz, akár iparművészeti jellegű, akár kulturális örökségünknek a kincseivel. Az idei év egyik újdonsága az, hogy 2000 darab karszalagot gyártottunk le erre a hétvégére, amelyet a különböző helyszíneken kaphatják meg az érdeklődők, és ezt mintha felhelyezik, akkor ha esetleg sétálnak a városba és szembe találkoznak valami ismerőssel, akkor láthatják, hogy ők is ugyanazon az eseményen voltak. Ez egy kis ajándék számukra, illetve ezzel szeretnénk kicsit összehozni az embereket, és lássák, hogy esetleg ugyanazon a helyszínen voltak, vagy ugyanazon a program iránt érdeklődtek.
A Királykút Emlékház két programmal gazdagítja a hétvége kínálatát. Szombaton 16 órai kezdettel barokk zene és szabad improvizáció két zenekarra címmel az Ariadné Konzort és az Ajtai Jazz Quartet koncertjét hallgathatják meg a zenekedvelők. Vasárnap 16 órakor pedig Demeter Zsófia történész a divat történetének érdekességeivel ismerteti meg a közönséget. A kulturális örökség napjait 1999 óta rendezik meg Magyarországon azért, hogy a művelődés az építészet értékeire irányítsa a figyelmet. Maga ez a tematika 1999-ben indult Magyarországon az Európa Tanács javaslatára, hogy ráirányítsa kulturális örökségeinkre, főként az épületekre építészeti szempontból a figyelmünket, hogy a rejtett kincseinket megismerjük. Több éve már, hogy Székesfehérváron mi is megrendezzük. Vannak olyan évek, amikor van valamilyen ajánlás, hogy mondjuk a víz köré szerveződjön. Például ez a hétvége. Hát minden város minden ilyen ajánlásnak nyilván nem tud megfelelni, mert más sajátosságokkal bírunk. És hát kihasználva ezt a lehetőséget, egy kicsit azért mi magunk bővítettük, átformáltuk, bár Székesfehérvár bővelkedik kulturális örökségekben, de hát azért az elmúlt években, hála Istennek, a székesfehérváriak nagy érdeklődésének köszönhetően azért a kulturális örökségeink már ismerté váltak. Például mondjuk az idei évben a strandot meg lehet látogatni, amit hát nem tekinthetünk ugye egy kulturális örökségnek, viszont mivel az idei évben egy nagy fejlesztés valósult meg a strand területén, mi úgy gondoltuk, hogy érdemes talán meghirdetni ezt is, hát ha érdekli a város polgárait, főként azokat, akik esetleg nem látogattak ki nyáron, de érdekli beruházási, fejlesztési, építészeti szempontból, hogy mi is történt ott, és ha már ott van a strand, ugye ott van a strandnak a régi bejárata, ami nagyon szépen megújult, aki arra jár, láthatta. Ez viszont már inkább kulturális örökség, és ott van az uszoda, úgyhogy a kettőt egybe kötöttük. Hát azt hiszem, hogy ez azért nem tartozik szorosan ehhez a tematikához, de szerintem mégis kíváncsian várom majd, hogy mennyien érdeklődnek. De ugyanilyen a fűtőerőmű, volt fűtőerőmű területe a Királysoron, ami ma nem üzemel. Viszont nekem volt szerencsém oda kilátogatni és megnézni az épületeket. Hát én nagyon biztatom a fehérváriakat, mert nem is gondolja az ember, főleg ugye itt van eléggé a belvárosban, ugye ez hát nem túl környezetbarát, de hála Istennek ma nem üzemképes, viszont a jövőbeni elképzeléseinkről már polgármester úr is beszámolt, hogy a Malommal összekötve ott egy nagyon-nagyon izgalmas, kulturális, művészeti negyedet lehetne a későbbiekben létrehozni. Ezzel bővülhet a belváros is, területét tekintve is, ami szerintem szükséges, ezt a királyi napok tapasztalata is megmutatta. És hát egy új helyszín különböző izgalmaknak a létrehozására, megrendezésére, de tényleg az épületekben járva meglepő, hogy egy fűtőerőműnek ilyen szép épületei voltak, és hát a történetük is nagyon izgalmas, úgyhogy szerintem érdemes lesz beregisztrálni, és érdemes lesz a két napban oda kilátogatni. Én azt gondolom, hogy abszolút pozitív a tapasztalatunk, vegyes az érdeklődés. Például nem csak ezen a hétvégén, múzeumok éjszakáján a Városházát, Városházára mindig nagyon sokan kíváncsiak, itt polgármester úr személyesen mutatja be a Városházát, úgyhogy ez is szerintem egy kicsit olyan kuránsé teszi ezt a programot, és hát el lehet látogatni magába a polgármester irodájába is, ami hát egyrészt nagyon szép, másrészt értékes dolgokat lehet ott megtekinteni, és hát gondolom, hogy azért az is felkelti a fehérvári polgárok érdeklődését, hogy egyáltalán mi az a hely, ahol a város vezetőjének a napi aktív munkája zajlik. A részletes programok megtalálhatók a www.fehérváriprogram.hu oldalon. A rendezvények látogatása ingyenes, de egyes programelemek előzetes regisztrációhoz kötöttek. De nem csak városunkban, a környező településeken is nyitott kapukkal várják a kultúra, a történelem és az építészet szerelmeseit. Ingyenes épület és park látogatással várja szombaton és vasárnap az érdeklődőket a Károlyi József Alapítvány is.
Az országos rendezvényhez kapcsolódva a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban tárlatvezetésen ismerkedhetnek meg a látogatók a korabeli élettel. Az érdeklődők sétálhatnak az 50 hektáros parkban, és az épület több mint 10 szobáját, termét megtekinthetik. A Károlyi család a régi bútorok egy részét visszaszerezte, így azokat felújítva láthatják a látogatók, illetve korhű bútorok, másolatok között tehet sétát minden kastély szerető. Nyitott kapukkal várjuk a látogatóinkat, ez azt jelenti, hogy mindenki ingyenesen látogathatja a kastélyt, szombaton és vasárnap, természetesen a szokott módon idegenvezető segítségével mutatjuk be a pincétől a padlásig az egész kastélyt. Egy új kiállítással készülünk, a Kastély és Vár programban október 3-án fogjuk átadni a megújuló kastély enteriőröket. Ez azt jelenti, hogy különböző antik bútorokat, szőnyegeket, tehát teljes berendezéseket láthatnak már a vendégeink. Nem csak 3-án, hanem mivel már a kiállításoknak a kialakítása elkezdődött, így bepillantást nyerhetnek a készülő enteriőrökbe. A Károlyi családnak az volt a célja, hogy a régi családi bútorokat próbálja meg felkutatni, visszaszerezni. Ennek egy része sikerült. Az olyan berendezések, bútorok, amiket pedig nem sikerült visszakapni, nem sikerült megtalálni, azokat a kastélynak megfelelő korhű bútorokkal fogjuk helyettesíteni, illetve lesznek olyan termek, ahol bútormásolatok is láthatók majd. Egy 50 hektáros parkban található a kastély, szép idő van, nyugalom van, lehet sétálni, akár lehet botanikai sétán is részt venni. Egy nagyon jó éttermünk van, nagyon finom kávénk van, és ezzel együtt az egész család minden tagja megtalálja az érdekességet, a számára izgalmas dolgokat nálunk. Évente több ezer látogatót vonzanak az eseménysorozat keretében megvalósuló közös örökségünket bemutató programok. Az idei évben 94 település 248 helyszíne lesz látogatható. Ezen belül 77 olyan épület is megtekinthető, amelyek máskor nem nyitottak a nagy közönség előtt. Ha tehetik, tehát használják ki az előttünk álló hétvégét, az idő is jónak ígérkezik a programokhoz, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak a Kulturális Örökség napjain itt Székesfehérváron is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!